Tehát július 5-én pénteken az utolsó rendezése, a Kaktusz virága lesz bemutatva, ami a játékszínben majdnem 200-szor ment, Szudák Andrea és a Rebicki Gábor főszereplésével. Szombaton Sóholó Ferenc Károly és a 40 éves Skorpió tart egy koncertet. Pardon, elvesztem, de még ezt rendezte, 39. Tehát erről majd részletesebben fog tudni beszélni. És vasárnap, július 7-én a Bújtó Balázs 40 tagú zenekarral fog egy emlékkoncertet tartani, amin egy meglepetés van, mert az Istvánnak is írtak közben egy dal, de olyan fellépőik lesznek, mint a Kovács Kati, a Szulák Andrea, Szoldog Péter, és mint utóbb most derült ki, hogy a szegény Korda Gyuri eppenütét előtt áll, úgyhogy ő helyette Hajós András fog énekelni, táncolni, gitározni, amit kell. Tehát ez az első hétvége. De nem csak ezért várjuk nagyon-nagyon-nagyon izgatottan ezt a szezont, hanem ismét egy ősbemutató lesz, egy budapesti színház, a Karinthy Színház, aki már tavaly is nálunk tartotta a premierjét. Itt vannak a főszereplők, a darab címe Én te ők, Verebes István rendezi. Majd ők erről talán kérdésekre szívesen válaszolnak. De nem csak ez a premier lesz, hanem lesz Farkas Róbert a Budapestben vezetőjének a tollából, az Átjáróház címmel egy ősbemutató, ugye mondható lobő ősbemutató. Ez is Tihanyban lesz, és a munka címe az volt, hogy Liszt Ferenctől a Rock'n'Rollig, jól mondom. Tehát ezek mind olyan újdonságok és olyan dolgok, amikre nagyon büszkék vagyunk. Ja, hát és ne felejtsen olyan Hippolitot. Hippolit Kulka János Csákány Eszter főszereplésével a vidéki ősbemutatója szintén Tihanyban lesz. És nem akarom az egész műsort felolvasni, mert hiszen mindenki megkapta, ott van a széken a program. Az Abigéltől kezdve a Hölgy Fecseg és Nyomoz, Gálvölgyi Várjéva, tehát olyan csemegéket tudunk idén mindenkinek, aki arra jár ajánlani, ami még eddig mondhatom tényleg soha nem volt Tihanyban. Nagyon remélem, hogy önök is eljönnek, szeretettel várunk mindenkit, és azt gondolom, hogy akkor most kérdésekre nagyon szívesen válaszolnak a jelenlevő művészek és a tudok, akkor én is. Köszönöm szépen!